A falak után most szerkesszük meg azt az alapterületet, tehát azt a négyzetet, amelyen nem csak a falak, hanem a lábazat is elhelyezkedik. Ez a terv dokumentáción, ugye a szürke, az alaprajzi nézetben a szürke vonalak legtávolabbi pontját jelenti, tehát a lábazat szélességét jelentő adatokat kell most figyelnünk. Ez 10.200 rajzi egység, tehát egy olyan négyzetet kell szerkesztenünk, aminek az oldalai 10.200 rajzi egység. Kezdjünk is bele! Először is egy kicsit elforgatom a négyzetet. Oké, rectangle tool, és rajzolunk ide egy 10.000-szer 10.000-eset. Nem kell megijedni, nem írtam el, de ez az alapunk, ugye ezt töröltük ki, hát itt látszik ugye megint, hogy ugye rossz irányba áll a rajzolási módszere miatt a fész, ezt azért egyből meg fogom fordítani, és minden a helyére került, és most ezt kell párhuzamosan eltolnunk, ugye 100 egységgel, kijelöljük az alapsíkot, offset tool, megadunk egy élt, és azt mondjuk, hogy 100 egység. Oké? Már is elkészültünk, hát itt a SketchUp szépen fordítgatja a lapokat, de mérjük le a measure tape-el, hogy mit is kaptunk, tehát most már van egy 10.200-szor 10.200-os alapunk, amin a faházunk elhelyezkedik, és mi pontosan ezt szerettük volna. Valamint, ugye ebbe a sarokba egy tartóoszlop fog majd megjelenni, ezt ide ki fogjuk majd szerkeszteni, de mielőtt megtennénk, itt is megfordítom a lapokat, hogy szépen látszódjon a videó, hogy ugye minden lap a helyes irányba áll, és ezt is ugye össze lehet mondjuk gruppolni, jobb klik, és még grupp. Oké, elkészültünk. Ezután fölrajzolom, ugye ha az alaprajznál vagyunk, még ezt a tartó oszlopot, ami 200x200-as, és szépen elkészült. Be kell fejeznünk még ugye az ajtót, hiszen itt egy ajtó helyezkedik el. Belemegyünk a grupba, dupla klik, és tudjuk szerkeszteni. Az ajtónknak a magasságát ugye az előnézetben kapjuk meg, ami az alapsíktól 2200 egységnyire van, tehát ezt kell kimérnünk a measure tape-el. Innen indulunk fölfele, a kék tengelye párhuzamosan 2200. Oké. Hát ez most nem jött össze, ez lesz a jó, majd azt kitörlöm, 2200. Oké, megvan. És akkor ezt kell nekünk tulajdonképpen megrajzolnunk. Így mi? Hát ez szépen, hogy befoltozta a SketchUp egyből, de nem baj. Nem okoz semmilyen problémát. Ilyenkor megnézhetjük, hogy a FaceStyle XA móddal hogy tudunk esetleg dolgozni. Egészen kellemesen. Úgy. És ha visszamegyünk, kikapcsoljuk, akkor elvileg kitöröljük. És itt még van egy kis munka. Úgyni. És a radírral pedig összeolvasszuk a falakat. Jó, itt a guideline-t is leszedjük meg itt. Hopp, itt erre vigyázunk, hopps, hogy inkább delete guides segítséggel. Azt a kis pontot is kiszedtem, és már is ugye megvan az ajtónk. Ezek után foglalkozzunk egy picit a tetővel. Háttérbe megyek, és megint csak fölveszünk egy rectangle-t, aminek ugye a főbb méretei 10.000-szer 10.000 legyen, tehát ugye megvan a tető, de a tetőnk ugye nem ekkora, hanem ha a felülnézetet megnézzük, akkor azt látjuk, hogy 10.800-szor 10.800, azaz megint csak a párhuzamos eltolást fogjuk használni, és ugye balra-jobbra 400 egységgel kell túllógnia a tetőnek,
tehát az eltolás mértéke 400, megadom, és szépen kialakult ugye a tetőnk nek az alapvonala. Itt az éleket ki lehet törölni bátran, hiszen a falak ilyenkor nem fognak eltűnni, mert egy csoportban vannak. Pontosan ez a lényege a csoportosításnak, ez most maga a tetőnk. Amit ugye ki kell szerkesztenünk, az az, hogy milyen magasan is van a tetőnknek a gerince, és ezzel kell a továbbiakba foglalkoznunk. Erről adatokat az előnézeten találunk leginkább. A tető gerince az alapsíktól 5800 egységre helyezkedik el, tehát ezt kellene nekünk valahogyan kimérnünk, mondjuk a téppel, innen fölfele 5800 egységnyire a tetőnek a gerinc magasságát, tehát ez akkor most már megvan. Igazándiból ugye ezt kell összekötnünk egy vonallal, hogy megkapjunk egy térbeli pontot. Ugye ezt mondjuk a alappunk felező pontjából kiindulva lehetne megtenni. Hát ezt a mezőtépe is meg lehet tenni, ugye mondjuk legyen 5000 egység. Oké, megkaptuk, és most már csak tulajdonképpen ki kell szerkeszteni a tetőnek a oldalsó profilját, tehát az előnézeti képét. Mindjárt készen lesz a tetőnek a oldal nézete, a profilja, meg vagyunk. Szóval push-pull tool-lal hozzáigazítjuk egyelőre a síkokhoz. Jó, tehát eddig ki kell húzni, nagyszerű. Most ugye megint csak az előnézetbe fogunk belemenni, és ugye kivetítjük, megpróbálom a nézetet jól elforgatni, például ezt az ért, ugye innentől elhozzuk ide, itt kapunk egy ilyen ért, oké, így ettől a ponttól pedig kiszerkeztünk egy párhuzamost, megmutatom a SketchUp-nak, hogy ezzel az éllel szeretné párhuzamost, most ugye rózsaszín, megmutatom itt fönt ezt az endpointot, megvan, nagyszerű, jövök lefele, párhuzamost, tehát megmutatom neki az élt, és akkor szépen itt minden a helyére kerül, kiszerkesztettük, push-pull tool-lal betolom ezt a részt, és ezzel a síkkal szeretném egy vonalba hozni, és már kezd a tető formára hasonlítani. Jó, tehát itt is ezt a műveletet meg fogom ismételni. Oké, kicsit eltolom, hogy jobban lássuk a videón, hogy mit is csinálok. Oké, megmutatom az élt, rózsaszín párhuzamos, ez a tárgyasztel point, oké, jön a következő, él, párhuzamos, szépen jön lefele, push-pull tool, ezzel a fallal szeretném egy síkba hozni, oké, és gyönyörű szépen kiszerkesztettük a tetőnk kezdeti geometriáját, hát ide még ugye a hiányzó éleket föl lehet venni, ugye ez így egy, oké, itt ez szépen kialakult, rendben is vagyunk, töröljük a segédvonalakat, és akkor a tetőt
pedig ugye a cipő klikkeléssel ki lehet jelölni, és elkészítettük. Csinálhatunk belőle ugye egy groupot. Jobb klik, make group. Jelenleg tehát úgy állunk, hogy megvannak a főfalak, ajtónak a helye, megvan, ki van szerkesztve a tető, a faházunknak a teteje, és most már csak az ajtó, ablak és színezés van hátra, innen fogjuk folytatni.